23 gól született a megyei első osztály 20. fordulójában rendezett hét meccsen, a Balkány Baktoló rendháza találkozót ugyanis elhalasztották. A gólzáporos fehérgyalmat kemecse mérkőzés 4-4-jel végződött, a másik véglet az 1 0 hazai sikerrel záruló újfehértó vásáros összecsapás. Egyaránt kettő egyes hazai győzelmet hozott a nyírmegyes Mándok és a Nagyecser Ibrány párharc. A Tarpa Nyírgyulaj és a Nagyhalász Máté Szalkamecs egy-egyel fejeződött be, a Csenger pedig három egyre múlta felül a Gyulaházát. A tabella élén, amíg veretlen tarpa áll 52 ponttal, megelőzve az egy kevesebbet játszó 41 pontos nagy amelyet 3 37 pontos csapat, a vásáros a Nyírgyulaj és az Újfehértó fehértó sorban. Az alsóházban, amíg bennmaradó helyen lévő balkány mögött, kemecse, gyulaháza, fehérgyalmat a sorrend. A 21. forduló párosítása a következő, kemecse, gyulaháza, Nyírgyulaj, Nagyecsed, Vásárosnamény, Tarpa, Máté Szalka, Újfehértó, Baktalórendháza nagyhalász, Mándok Csenger, Ibrány Nyírmegyes és Fehérgyalmat Balkány.